A mérkőzés előtt hivatalosan elbúcsúztatták a játéktól az előző szezon végén visszavonuló, a klubért már vezetőként dolgozó Mohácsi Mátét, aki éppen oroszlányból tért haza tavaly Nyíregyházára. A két jó formában lévő együttes az első negyedben ragaszkodott egymáshoz, 10 perc játék után a vendégek vezettek egy ponttal. Úgy tűnt, a második játék részben sem lesz változás, aztán az utolsó percekben elléptek ellenfelüktől a cápák, akik így 13 pontos előnnyel mehettek a nagy szünetre. Fordulás után tartotta a különbséget a házigazda, az oroszlány néha közelebb került ellenfeléhez, de a zárójáték résznek 16 pontos nyíregyházi vezetésnél vágtak neki a felek. A különbség elérte a 20 pontot, az oroszlány azonban nem adta fel, látótávolságba küzdötte magát, Pető Ákos együttese azonban jó sáfárkodott a megszerzett előnnyel, és végül 11 pontos sikerrel nyújtotta 5 meccsre győzelmi szériáját. Gratulálok a csapatomnak, hiszen nagyon nagyot küzdöttek. Egy érzelmekkel túlfűtött mérkőzés volt, és úgy érzem, hogy mi jobban meg tudtuk őrizni a higgadtságunkat, annak ellenére, hogy feljött ránk az oroszlány, és szerintem ez volt abszolút a kulcs, hiszen volt már ilyen szituáció, hogy 20 ponttal vezettünk, és közelebb jött az ellenfél, de most nagyon jól tudtuk tartani. Az oroszlány egy nagyon kemény csapat, nagyon fizikális csapat, lehet látni, hogy végigbírják a mérkőzést, tehát a végén közelebb tudtak jönni, de még egyszer mondom, szerintem az, hogy végjátékban higgadtabbak tudtunk maradni. Természetesen kellettek a bravúrkosarak, de úgy gondolom, hogy ezek voltak a kulcsok. Most pedig egy kis pihenést kapnak a srácok, és utána kezdődik megint a munka, mert még sok dologban kell fejlődnünk. Szeretném megköszönni az oroszlányi szurkolóknak, hogy megtették hétköznap ezt a hosszú utat, és nagyon jó hangulatot teremtettek a mi közönségünkkel együtt, tehát le a kalappa mindkét szurkoló tábor előtt. A vendégek edzője csalódott volt a vereség miatt, és azért is, hogy két játékos is a kiállítás sorsára jutott. Sosem láttam még ilyen kiállításokat, pedig túl vagyok néhány mérkőzésem. Sokkal több büntetőt dobott a Nyíregyháza, ez jelentette a fő különbséget. A véleményem többi része nem publikus, inkább megtartanám magamnak. A hazaiak közül hárman jutottak 20 pont fölé, Johnson 29, Suarez 22, Bryce pedig 21 egységgel járult hozzá a győzelemhez. Az amerikai légió szerint egyre jobban összeáll a csapatjátéka. Ez az ötödik győzelmünk zsinórban. Azt gondolom, nagyon jól összeálltunk. Az új játékosunk Manny Suarez is beépült a csapatba, és egyre jobb a kémia. Még ennél is tovább tudunk fejlődni. Kíváncsian várom, mire lehetünk még képesek. A Nyíregyháza 5 győzelemmel és 6 vereséggel várja a folytatást. A cápákra most hosszabb szünet vár a bajnokságban, legközelebb december 10-én Szegeden lép pályára Pető Ákos együttese.